Barlangászni hívunk mindenkit, ma is. 2017. 3. hó 26-án, vasárnap, a Tapolcai Tamás Járon Művelődési Házban, a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium Oblivion katasztrófavédelmi csoportja, mely több alkalommal már barlangászott különböző barlangkutatók társaságában, úgy Tapolcán, mint Balatonedericsen. A csoport képviselte magát a 16 órás előadáson, ahol Szilaj Rezső kutató barlangász, a Csontvári Általános Iskola földrajz történelem szakos tanárának a Tapolcai Plekotus Barlangkutató Egyesület vezetőjének színvonalas előadását hallgathatta meg a tapolcai barlangok rendszeréről, azok történetéről, kihasználtságáról, arról, hogy egészen kiskorban kezdik el ezeknek az oktatását pont ezen a Kincses Gödör kutatóhelyen, oktató barlangban. Lényegében egy tűzlétrát kell megmászni, tudni, az is biztonságos. És egészen kicsikkel zajlik ezek az első kis alkalmak, hogy megismerhessék ezt a izgalmas föld alatti világot. Az előadás tehát 27-én folytatódik egy barlangászásban, egy összepiszkolható ruhában kell érkezni, és ott a felszerelésről is gondoskodik a barlangász, bár valakinek van fejlámpája, sajátot hozhatja magával. A helyszín tehát nem más, mint a tapolcai Kincses Gödör, itt a Pacsirta utca és a Juhász Gyula utca a Lápi út kereszteződésében, ahol az oktatási helyszín van. Jól látható itt ez a Spár fölötti kereszteződés. Köszönöm a figyelmet, és vár mindenkit barlangászni ezen az alkalommal és máskor is az Oblivion.